Nézzünk egy gyakori szituációt. Ugye itt az első golyó, egyes, utána jön a második, kettes, és itt van a harmadik. Nem mindegy, hogy hova lököm a fehéret, tehát hogy hol fog megállni a fehér. Ugye nézzük meg a kettesnél. Ugye azt mondtuk, hogy három golyóra terelünk, tehát a kettest összekötöm a, ugye a lyukkal, és egyébként meg vagy a bal oldalára állok, innen nézve, vagy a jobb oldalára. Na most, ha jobb oldalára állok, az nem lesz jó. Mert ha ide érkezik a fehér, és utatom, akkor lényegében innen a hármasra nem nagyon tudok terelni, mert amikor belököm, akkor a fehér az itt fog pattani, és erre felé jön. Na most veszély, leeshet a középső lyukba, leeshet ebbe a lyukba, vagy előfordulhat, hogy túl rövidre jön, tehát nem ér el odáig, vagy túlságosan sokat lökök rajta, így gyönyörűen pattan egyet a falon, és kilő, és visszajön. Tehát itt annyira, ugye ez az ideális zóna itt, ez a háromszög, ez annyira szűk, hogy ez így nem jó. Az ideális zónába érkez mindig párhuzamosan. Jó? Tehát, hogyha a harmadik golyónak ez az ideális zónája, akkor érdemes párhuzamosan, a lehető legpárhuzamosabban érkezni, ne keresztbe. Ha keresztbe érkezel, akkor csak ennyi hiba határod van, ennyi mozgástered van. Ide, itt még nem jó, innen már jó, jó, és itt már megint nem jó. De ha így jössz, akkor végig egy hosszú vonalon keresztül jó lesz. Tehát ne keresztezz lehetőleg az ideális zónát. Ezért a kettes golyónak a bal oldalára fogok terelni, ezáltal innen úgy lökhetem be a kettes, hogy a fehér az egy fal kikerüli a lyukokat, utána még egy fal, itt is kikerüli a lyukokat, és lényegében innen már bármi jó. Lényegében innen bármilyen terület jó nekem, amikor lököd a lökéseket, akkor mindig három golyó legyen az agyadban, a következő három. Tehát az első golyót úgy lököm, hogy a második golyónak a bal vagy a jobb oldalára állok, és úgy lesz jó a harmadik golyó. Jó? Most itt ugye a megoldás az az, hogy erre az oldalára állok, ugye? Tehát, hogyha onnan nézzük, akkor ez a bal oldala. Itt is próbálok párhuzamosan érkezni, tehát nem keresztezni a zónát, hanem inkább rámegyek a falra, és onnan jöjjek vissza, hogy párhuzamosan érkezzek az ideális zónába. És innen a falról már lényegében ez a rész teljesen jó. Ha kereszteztem volna a zónát, akkor lehet, hogy túlszaladok, innen már nagyon vékony, nagyon negatív, vagy a fal kilöki, és elszaladok ide, és megint nem jó. Tehát megpróbáltam párhuzamosan. És utána megvan a szög, belököm innen, lényegében egy fal, két fal, és gyönyörűen akár itt is megállhatott volna, itt is, párhuzamosan nem érkezem. Tehát, hogyha kicsit erősebben jön, akkor is ez itt végig jó. És itt is fontos, hogy a szög megmaradjon, mert ha a negyedik golyó valahol ott van, akkor itt is kell, hogy szög legyen. Tehát ugye a cső az megint nem jó, úgyhogy ez a szög, ahogy érkezett, ez teljesen korrekt volt, végig szögben érkezett. Ugye a hármas golyó itt volt, most átteszem ide, és már is megváltozott a szituáció. Ugye amikor az egyes meglököm, hogyha én a kettes golyónak a bal oldalára állok, jó, tehát megint így összekötöm a lyukkal, és ide állok, akkor nem jó az előző verzió, mert akkor egy fal és két fal, most ide jön a fehér. Hát innen nem tudom belökni a piros hármast. Csak akkor, ha nagyon megerőltetem a fehéret, és még innen is tovább megy, ami viszont már a pontosság rovására megy. Ilyenkor viszont a kettes golyó jobb oldalára fogok állni. A jobb oldalára. És innen egy egyszerű stoppal, illetve egy pici bal közép, bal alsóval, lényegében egy fal, két fal, három fal szituáció. Jó? Tehát innen jobb oldalra. Egy sima stopp, picit bal közép, vagy bal alsót belerakok, nem sokat. Egy fal, két fal,
három fal, és innentől megint, innen már jó, és innen végig ez a vonal jó, óriási mozgásterem van, és nem kell erőltetem a végét. Na nézzük! Csak egy nagyon picit fogom tovább újítani. És meg is van a kellő szög, itt a jobb oldalán. Teszek bele egy pici bal alsót. És egy, kettő, három fal. És ugye nem ment el a falig, de már innen is lökhető a hármas. Ha elment volna és tovább ment volna, akkor is végig ez a vonal, ez jó. És ráadásul szögben érkezik végig, tehát a szöge van, tehát nem lesz valószínűleg cső. Úgyhogy nyugodtan a hármasról is mehetek majd a négyese, mert ugye innentől már 2, 3, 4, ugye erre kell gondolnom. Aztán a hármas, négyes, ötös golyóra, tehát mindig a következő három golyóra gondoljuk.